Itt ül velünk szemben Erdei Lilla dietetikus, akire nehéz elképzelni, hogy most egy olyan diétáról beszélget, hogy vérfarkas diét, egy kis ártatlan hölgy itt ül velünk szemben, de hogy azért ez nem ennyire félelmetes, nem, mint ami a nevében benne van. Mi ez a diéta? Nem, ez a diéta, ez a holdállásnak megfelelő diéta lenne, hogy ugye alkalmazkodik a különböző anyagcsere változásokhoz a holdállás függvényében elméletileg. Gyakorlatilag szerintem itt inkább arról van szó ennél a diétánál, hogy ugye a nőknél természetes módon ugye van egy ciklus, ami különböző hormonváltozásokkal jár, valóban ennél fogva anyagcsere változással is, és ehhez lehet valóban illeszkedni. Ez sok esetben egybeesik a holdállással is, de nem minden esetben. Vannak nők, akiknek rövidebb, hosszabb a ciklusa, nem teljesen ugyanúgy megy. Ott is azért inkább a hormonok dolgoznak, de valóban összefüggésbe is hozható akár a holdállással. És mondjuk, akinek összefüggésbe hozható, ott hát mi a helyzet? Mert hát én biztosan tudom magamról, hogy nekem vannak olyan időszakok, amikor egész nap enni tudnék, leginkább olyat, amit nem kéne, mert csak a csokit, és akkor a csokira egy kis sósat, akkor az mondjuk hamburger legyen, és akkor arra megint egy kis sajtorta. De hát, hogy ezt hogy lehet figyelni, vagy kordában tartani? Hogyha tombolnak a hormonok. Leginkább tudatosan, ez körülbelül minden nőnél így van, hogy van egy pár nap, amikor rengeteget ennének, ilyenkor egy icipicit megemelkedik az anyagcsere is, részben ezért is ennének sokat, és ilyenkor visszatartja a vizet a szervezet, kicsit beödémásodik a legtöbb nő, ez mondjuk inkább optikailag okoz egy kis csalódást, hogy feljött rám pár kiló, holott ez inkább csak víz, nem feltétlen az a plusz megevett pár csoki, vagy akármilyen extra nasi ilyenkor. Amivel fel lehet készülni, az a tudatosság, tehát azért mindenütt tudja, hogy melyik az a három nap vagy kettő nap a hónapban, amikor ő éhesebb, és hogyha mondjuk előre eltervezi, hogy mit teszik, és ez igyekszik ragaszkodni, akkor nem kell aggódni. Jó, mi hölgyekkel, mi van velünk férfiakkal? Mert hogy én elárulom, bevallom töredelmesen, hogy bele szoktam néha olvasni női magazinokba, és abban viszonylag gyakran ott van, hogy hát úgy diétázzunk, hogy a fogyóholddal, mert sokkal könnyebb a dolgunk, meg a fogyóhold energiái, teli hold felé nehezebb, tehát ugye ebben van valami tudományosság, vagy ez hogy van ez? Én úgy tudom, nem igazolt, de tehát más nem. Placebo hatása mindenképpen lehet, meg egy próbát megérhet, de szerintem nem egy-egy, ha valakinek kell fogyókúrázni, akkor nem egy-egy hétre érdemes, hogy most így áll a hold, úgy áll a hold, tehát egy hónap alatt áll mindenhogyan, hanem egy hónapig folyamatosan is. Ha valaki fogyni szeretne, akkor nem is igazán azt érdemes, hogy akkor valamilyen kampányszerű diétát, hanem váltson életmódot. És hogyha ő lát összefüggést a saját testével és a holddal, akkor fel tud erre készülni tulajdonképpen jó, hogy tudja, uh-huh. hogy mikor, tudja, hogy fog reagálni a szervezete. És mivel lehet csökkenteni az éhségérzetet? Evéssel általában, azzal szokta. Például érdemesebb, több rostosabb ételt fogyasztani, azok eltelítenek, de plusz energiát nem adnak. Sok-sok zöldség, gyümölcs, sok bennük a rost, vitamin, ásványi anyag, víz. Nagy felület, kevés energia, és jobban eltelítenek. Igen, ilyenkor az olyan könnyűnek tűnik, de valahogy a boltban mindig beugrik egy-egy olyan dolog, aminek nem lenne szabad. Hát Luca, ne ugorjon be, jó? Nézd meg a holdat, és akkor nem fog beugrani, vagy nem tudom. Vannak ezek a különböző olyan gabonafélék, amik tényleg lassan szívódnak fel, azok is olyanok, hogy nem, hogyha ezt így meg... Én például azt tapasztaltam, hogy ha megeszem, akkor utána elég lassan leszek éhes utána. Igen. Függ a gabonának az őrlési fokán is. Ha kevésbé őrölt és benne vannak a héjrészek, akkor lassabban szívódik fel. A gabonák is ide tartoznak a rostosabb ételek közé. Függetlenül a holdtól. Igen. Aha, jó. De talán most, hogy jön a tavasz is, meg a nyár, és akkor jön megint egyre inkább előtérbe kerülnek a zöldségek, gyümölcsök, és akkor talán sokkal kicsit könnyebb lesz mindenkinek. Hát a hold bármely fázisától függően. De abból vérfarkasok beledöglenének, mert neki kell a hús is, nem? Azt gondolom. Hát húst is lehet. Húst is lehet enni, persze. Igen. Csak mondjuk csirkét? Nem feltétlen, a mennyiségen múlik. Tehát tulajdonképpen bármelyik húsfélét, bármelyik húsrészt meg lehet enni, hogyha az normál mennyiségben van, be van illesztve helyesen az étrendben. Nem kell kizárólag a csirkére fókuszálni, csak mondjuk a sertésmarhából ne legyen extrém sok. Uh-huh. Tehát a csülök péknél módra csak egy icipici falat. Én ezt még nem is szeretem, hála a jó Istennek. Na, szeretem helyetted én. Köszönjük szépen, hogy köszönjük voltál. Szépen. Köszönöm.